Nos, hát sok sikert kívánunk az elektronikus tananyagokkal a földrajz, matematika és informatika tanárszakos hallgatóinknak. Minden bizonnyal sokat segít majd nekik a tanulásban ez a pályázat is. Úgy tűnik, hogy nem csak pályázatokban, hanem filmszemlékben is sikeresek vagyunk, hiszen a napokban zajlott a harmadik Eszterházi filmnapok, amelyet Illés György nevével fémjelzünk, és egyben a második felsőoktatási diák filmszemlénk is volt. A stúdió vendégünk a témában pedig dr. Szijjártó Imre tanár úr, tanszékvezető kollégán, köszöntöm a stúdióba. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, és beszélhetünk erről. Második alkalommal már felsőoktatási diákfilmszemlét rendezhettünk. Hogyan fogadják ezt a felsőoktatásban részvevők? Milyen az érdeklődés? Mennyire vannak hozzászokva, hogy egyáltalán a tanuláson, oktatáson kívül filmszemlére nevezhető filmeket készítsenek? Én azt gondolom, hogy szívesen fogadják ezt, hiszen nyilván mindenki felismerte, vagy éppen mostanában ismeri fel, talán épp a fesztivál hatására, hogy az jó, hogyha azok a munkák, amelyek készülnek az intézményekben, hogy azok a munkák kikerülnek kívülre is, és láthatják őket mások is. Ez egy olyan fórum, így is hirdetjük ugye a kollégáink között, amely pontosan erre alkalmas. Ugye lenne még egy másik ilyen tekintélyes szervezet, rendezvény, sorozat, fórum, ez a Tudományos Diákköri Dolgozat országos fordulója, de az ugye talán más jellegű, kevésbé nyilvános, mint ez. Van-e jellemző téma megjelenés? Egyáltalán mivel, milyen körítéssel foglalkoznak a hallgatók? Hát én azt gondolom, hogy ilyesmi általános vonal nem látszik a filmekből. Amit itt félig tréfásan, félig komolyan talán a diákjaink pont megfogalmaztak, az, hogy nagyon sok olyan film van, ami talán fekete, keserű, pesszimista, hogy ne mondjam depressziós, és nagyon kevés olyan film van, amelyik, vagy kevesebb olyan film van, amelyik az ellenkező hangulati arculatot képviselné, de más közös jegyet nem tudok mondani. Mennyire jelenik meg a film műfai sokszínűsége a munkáikban? Milyen alkotások születtek? Hát ugye a szekciók vagy a kategóriák ezt maguk is sugallják, ugye nagyjából három ilyen műfajta, alkotástípus van. Ez a fikciós film, az animáció és a dokumentumfilm. Amit mi most kizártunk a készletből, az a televíziós alkotások, nem tudom én, magazinműsorok, hírműsorok, noha ilyet is készítenek ugye a diákjaink. Magyarul talán mondom, ez a három kategória van, a kisjátékfilm, sőt, hát csinálnak a miénk nagyjátékfilmet is, minden esetre fikciós film, animáció, dokumentumfilm. Hogyan fogadta a szakma, a zsűri ezeket az alkotásokat? Mennyire tekintik ők filmnek, alkotásnak? Nekem az nagyon-nagyon kedves, vagy kellemes tapasztalat volt, hogy a zsűri egyesével és egészében is milyen egészen elképesztő szakértelemmel, komolysággal, felelősséggel viszonyult a munkákhoz. Tudni kell, hogy ennek a fesztiválnak van egy különleges programpontja, és ez pedig a konzultáció a zsűrivel. Magyarul kétszer-háromszor egy nap összeülhetnek az alkotók és beszélhetnek a zsűrivel, magyarul ott a helyszínen visszajelzést is kapnak. Igénylik is a hallgatók ezt? Tehát megtöltötték a lehetőséget? Igen, én azt gondolom, hogy izgalommal várják ezeket a beszélgetéseket, és ahogy én kérdeztem őket, nagyon sokat kaptak tőlük. Általában ezek a szemlék azért tükrözik azt is, hogy hol, milyen módon fogják fel ennek az oktatását, melyik egyetem milyen irányba mozdul, mik a jellemző trendek az oktatásban. Mit lehetett erről leszűrni, tanár úr? Igen, ez nagyon szépen látszik. Nyilván itt szerepet játszik a képzéseknek a jellege.
szerepet játszanak azok a tanárok, akik ezeket a gyakorlati filmkészítői órákat viszik. Nagyon szépen látszik az, hogy Miskolcon ugye a kulturális antropológia szakosok sajátosan ragadják meg ezt a dolgot. Tavaly is volt egy nagyon szép nyertes filmünk, ami azóta sok fesztiválon is szerepelt Miskolcról. Nagyon szépen látszik az, hogy a Pázmányon Dér András tanár úr milyen lelkismeretesen foglalkozik a diákokkal, és ott nagyon erős ez a játékos, személyes hangú játékfilm vonulat. Nagyon látszik az, hogy az ELTE-n Ferenczi Gábor tanár úr, Pálos tanár úr és Hartai László játékfilmekkel foglalkoznak. Látszik az, hogy a Kaposvári Egyetemen erős az animáció, ugye M.Tóth Éva révén, noha éppen a dokumentumfilm szekciót nyerték most éppen meg. Mi a jellemző mieinkre? Én azt gondolom, hogy elfogultság nélkül mondhatom, de tényleg, hogy mi ennek a filmkészítői mezőnynek az élén vagyunk. Tehát az teljesen világosan látszik, hogy nálunk ez a bizonyos műfaji kínálat, amiről beszélünk, a legszélesebb, a legtöbb fajta filmet nálunk csinálják. Még az, hogy mennyiségben ugye hozzánk vagy tőlünk érkezik a legtöbb nevezés, azt nem mondanám, ugye, mert az óhatatlan, hogy egy intézményen belül ez jobban elterjed, ugye, mint egy olyan hatalmas intézményen belül, mint az ELTE. Magyarul én azt gondolom, hogy ennek a törekvésnek, ennek a tevékenységnek országos szinten sikerült az élére állni. És ez a fesztiválnak köszönhető, a fesztivál léte pedig Borbás László tanár úrnak nagy mértékben, hiszen az egészet ő viszi a vállán. Érződik az, hogy gyakorlott filmrendezők is tanítanak a tanszékén? Igen. Hát azért ez ellentmondásos dolog, ugye, mert nincsen közvetlen összefüggés a filmrendező ismertsége színvonala és a tanítványai között, nem feltétlenül. Ugye nagyon sok olyan ismert filmrendező van, aki pedagógiailag nem ambicionálja ezt a dolgot, és fordítva. Magyarul itt nyilván nagy szerepet játszik nem csak a szakmai felkészültség és egy-egy tanárnak az ismertsége, hanem a pedagógiai érzék is. Említette, hogy Borbás tanár úr az, aki jegyzi ezt a filmszemlét, elsősorban az ő lelkesedése viszi ezt tovább. Ki mindenki segít ebben? Hogyan épül föl egy ilyen filmszemlének a megrendezése? Nagyon sokan segítenek. Én már is kiraktam azoknak a hallgatóknak a nevét, akiknek kiemelten és még kiemeltebben megköszöntük a tevékenységüket. Magyarul ez a lista már is olvasható a tanszéknek a honlapján, és a diákok ezt belső gyakorlatként el is ismerhetik a kredit listájukban. Részt vettek itt ennek a dolognak az előkészítésében és a lebonyolításában a tanszék többi oktatói is. De elnézést kérek mindenkitől, akit nem mondok név szerint, csak mondom, hogy Veres tanár úr ugye beszélgetést vezetett, és nagy szerepe volt a Kisfaludi András rendezőhöz történő, ugye vele való kommunikációhoz. Koltai Lajos tanár úr elhozta a filmjét, és nagyon-nagyon érdekes beszélgetést rendeztünk vele a film után. Magyarul mindenki hozzátette a magáét. Szakmai szervezetek hová helyezik ezt a szemlét? Hát az igazság, hogy szemle nagyon sok fajta van, és hát ugye a Magyar Amatőr Film Szövetség azért itt szerepet játszott, hiszen a rendezvényük párhuzamosan zajlott a miénkkel. Ott van a HSC, a zsűri több tagja is képviselt a személyében, több szakmai testületet is, például Báron György, a zsűri elnöke, több ilyen szervezetnek is tagja. Kisfaludi András ugye érkezett hozzánk szombaton délután, ő a Madénak, a Magyar Dokumentumfilmesek Szövetségének a vezetője. Említette a beszélgetésben, hogy a mi főiskolánk egy kicsit az élére állt ennek, és hát a tanszék mellett nyilván a hallgatóknak is köszönhető ez, akik jó színvonalú filmeket készítenek. Milyen értékrendben szerepeltek ők ezen a szemlén?
Én azt gondolom, hogy most éppen a másodévesek tűntek ki a munkáikkal. Én ezeket a munkákat azért helyel közel régebb óta ismertem, és ugye az is világos számomra, hogy a mi belső értékítéletünk, ami ugye elfogultságoktól, meg véletlenektől nem mentes, hiszen nem találkozik frissen és azonnal persze minden munkával az ember. Szóval, hogy ezt az ítéletet, vagy vélekedést a zsűri megerősítette, hiszen pontosan azok a diákjaink és az ő munkáik kaptak kiemelt díjakat, akikről eddig is úgy az ember sejtette, hogy jók. Témában milyen filmek, milyen kategóriákban voltunk sikeresek? Nagyon fontos itt az operatőri kategória, ami Tisza Balázsnak a munkásságát dicséri. Tisza Balázsról ugye már régóta sejtjük, hogy az egyik legtehetségesebb diákunk. Nagyon fontosnak tartom, hogyha már itt a névsort lehet folytatni, Besnyő Dániel tevékenységét, aki ugye ilyen VJ-ként is és egyéb szervezetekben is nagyon szépen szerepel. Karácsony Péter, aki már a sokadik nagyon érdekes filmjét készíti elő, és szintén jó visszhangja volt a zsűri körében. Őket emelném ki most így ebben a formában. Hát a filmjeiket folyamatosan fogjuk igényelni, hogy bemutassuk, megismerhessék a nézők is. Tanár úr, hogyan tovább? Hová fejlődhet ez a filmszemle? Ez egy felsőoktatási filmszemle végül is. Hát azt gondolom, hogy a méretein növelni nem szabad, nem szerencsés és nem kell. Én azt gondolom, hogy a koncepciója nagyon szépen kezd leülepedni, kitisztulni, kikristályosodni, kialakulni. Az is biztos, hogy a következő évi fesztiválnak a szervezését most azonnal el kell kezdeni, ez ügyben meg is tettük az első lépéseket. Magyarul azt gondolom, hogy az alaprendezvény az megmarad, ez a verseny szemle. Ennek az előkészületét, mondom, azonnal elkezdtük, és a kiegészítő rendezvényekkel pedig tovább emelhető ennek a színvonala. Bízunk benne, hogy jövőre is értékes szemléről adhatunk majd számot, és hát folyamatosan addig azért ez napi renddel lesz a műsorainkban is. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba, és hát maradjunk egy kicsit a képi világnál, a vizuális művészetnél, ugyanis a vizuális művészeti tanszék hallgatóinak földnapi munkái kerültek előtérbe azon a kiállításon, amelyen Bölcskei Miklós tanár úr volt a házigazda, vele beszélgettünk a tanítványai munkáiról. Nézzük meg, hogy mit láthatnak majd önök is, ha elmennek a Forrás Szabadidő Központba.